Nyugdíj. Hamarosan érkezik a 13. havi juttatás az időseknek. Önkormányzatok. Nem lesznek egyszerű helyzetben idén a települések. Egészségügy egy kötetben 80 év történéseit öleli fel dr. Gáspár Ferenc tavaly megjelent könyve. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A Fidesz-KDNP megbecsüli a nyugdíjasokat, így fogalmazott Vicman Mihály országgyűlési képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján. A politikus kiemelte, a baloldallal szemben a kormány nem elvesz, hanem segítséget nyújt az időseknek. Ez bizonyítja a tavaly kifizetett nyugdíjprémium és a februárban érkező 13. havi juttatás is. A Fidesz-KDNP megbecsüli a nyugdíjasokat. Éppen ezért a kormány arról döntött még tavaly, hogy nem csak a nyugdíjprémium, hanem a 13. havi nyugdíj visszavezetése is megvalósulhat. Itt Siófokon, illetve a Somogy 4-es választókörzetben is nagyon fontos számunkra, hogy megbecsüljük a nyugdíjasokat. Ezért is örültünk a térségben élő mintegy 17 ezer nyugdíjas honfitársunkkal együtt, hogy a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellett a teljes, a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat is biztosítja a kormány idén februártól. Fontos hangsúlyozni, hogy a 13. havi nyugdíj kifizetését a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé. A gazdasági növekedésből pedig mindig is azt mondtuk, hogy a gyermekes családoknak, a munkavállalóknak, a fiataloknak és természetesen az időseknek, a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. Az emelkedő nyugdíjak mellett egyébként rendkívül fontos szerepe van a rezsicsökkentésnek is, valamint az élelmiszer árak befagyasztásának, amelyek látható, hogy világszinten elszabaduló energiaárak és az ezek miatt bekövetkezendő áremelkedések rendkívül negatív hatással vannak minden ország társadalmára, így a magyar emberekre is. Ezek a kormányzati intézkedések, a rezsicsökkentésnek a folytatása, illetőleg az élelmiszerár stop bevezetése pontosan ezektől, a nehézségektől védik meg a magyar embereket és a magyar családokat. Márki-Zay Péter, a baloldal választott vezetője, számtalan alkalommal támadta egyébként a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíj visszaadását pedig egyenesen bőszmeségnek jellemezte. A baloldal visszahozná a múltat, újra eltörölni a 13. havi nyugdíjat, ismét brutálisan megemelni a rezsiköltségeket, és újabb megszorításokkal nehezíteni meg mindannyiunk életét. Ne legyen kétségünk, korábban már megtették, és most ugyan erre készülnek. Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt, mert Magyarországnak előre kell mennie, nem pedig hátra. Hiszen az Európából begyűrűző infláció minket is érzékenyen érint. Szégyen, hogy a bukott baloldal támadja ezeket az intézkedéseket, és azt tudjuk nagyon jól, hogy a kormány az emberek mellett van, de kérdésünk az, hogy a Gyurcsány és Márki-Zay ki mellett van. Érezzük mi nyugdíjasok, hogy a 13. havi nyugdíj visszaadásával a kormány odafigyel és megbecsüli a nyugdíjasokat. Ez fantasztikus dolog, mert valóban a Gyurcsány idejében először kaptunk, elvették, még kevesebb lett, megemelték a rezsit, most rezsicsökkentés van, ami szintén nagyon jó dolog, így a plusz pénz a 13. nyugdíjból sokkal több megmarad, élelmiszer árak befagyasztották egy ideig, üzemanyag árakat is, tehát ez mind nagyon jó, pozitív intézkedés. Hosszabb ideig két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, Brüsszel és a többi uniós ország sem szigorította korábbi szabályokon az Omikron variáns megjelenése miatt.
A kormány áttekintette az európai védekezést is, és azt állapítottuk meg, hogy a korábbi várakozásainkkal szemben sem Brüsszel, sem más európai uniós tagállamok a védettségi igazolvánnyal kapcsolatosan nem vezettek be szigorúbb szabályozást. Ennek következtében a második oltástól számított 270 napig érvényesek az uniós igazolványok, és miután nem akarjuk, hogy Magyarországon a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint a külföldiekre, ezért megváltoztattuk a korábbi döntésünket, és május 1-ig két oltással az oltási igazolványok továbbra is érvényesek lesznek. Így körülbelül az a 270 nap, amelyet ma az Európai Uniós szabályok is rögzítenek, az igaz lesz Magyarországon a magyarokra is. Azt továbbra se szeretnénk, hogyha bármiben hátrányosabb szabályok érvényesülnének azokra, akiknek ez a hazájuk, mint azokra, akik itt az Európai Unió más tagállamából érkeznek. Összesen 17.894-jel emelkedett egy nap alatt a koronavírus fertőzöttek száma. Az esetek 94%-át az Omikron variáns okozza. 88 beteg vesztette életét. 4.451 embert ápolnak jelenleg kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen. Somogyban 530-al több a regisztrált, a megyében 50.915 megbetegedésről tudnak. Nem lesz egyszerű dolga az önkormányzatoknak az idei költségvetés összeállításakor. Erről beszélt Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke híradónknak. Ugyanakkor új uniós pályázati lehetőségekkel is számolhatnak a települések, elsősorban a topos támogatások kapcsán, és a hulladékgazdálkodási törvény változása is számos újdonságot hoznak majd 2022-ben. Szűkös év elé néznek az önkormányzatok, elsősorban a működési költségek tekintetében. A minimálbér emelésével a szektorban dolgozók bérét is igazítani kell, amelyre ugyan meg lesz az állami támogatás, ugyanakkor az önkormányzatok továbbra sem emelhetnek sem bért, sem közterületfoglalási díjakat, ahogyan adót sem. Ez érzékenyen fogja érinteni őket, hiszen a legnagyobb tételeben az étkezés költsége, ahol azért teljesen mindegy, hogy ki mit állít, azért egy 20-30% közötti inflációval néz szembe az önkormányzati szektor is, és ő neki kell ingyenet etni a gyerekeket, ezt hozzáteszem. Ezt a jó Istennek kellene kifizetni, ezt pedig úgy hívják, hogy magyar államháztartás, hogy képes lesz-e rá, vagy nem, az még a következő fél évnek lesz szerintem a matematikai feladványa. A harmadik ilyen pont az energiárak. Ez nem fogja érinteni nagy részben az önkormányzatokat, hiszen egyetemes szolgáltatás alatt vannak villamosenergia szempontjából, viszont a benzin, gázolajárak nagyon fogja érinteni, hiszen a település üzemeltetés területén jönnek ezek ki. Ezeknek is azért a támogatási részét azért kezelni kellene. Én úgy gondolom, hogy az évelején kezelni fognak kormányzatokkal főleg bérkérdéseket, és azt gondolom, hogy kezelni fognak még talán élelmezési kérdéseket is, de hát azt utána még a többi az szerintem a következő fél évnek a matematikai feladványa lesz. Ugyan nem a működés területén, de kisebb fejlesztésekben segítséget jelenthet az önkormányzatok számára a terület és település fejlesztési operatív program, mondja Schmidt Jenő. Itt öt fő prioritás van, ami megfelel különben az uniós elképzeléseknek, ez főleg környezetvédelem, gazdaságfejlesztés, helyi infrastruktúráknak a rendezése, ezek szerepelnek be, és van egy ilyen gyűjtő, ami ilyen élhető nevet kapta, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy ezekre legfőképpen az uniósokra azért mégiscsak azért járásszékhelyek és kisvárosok fognak tudni nagy részben pályázni. A megyei jogoknak determinált lesz. A kicsik is hozzáférnek bizonyos elemekhez, mit tudom, energetika, vagy közösségi, szociális, vagy egészségügyi oktatási intézményeknek a bővítése, fejlesztése. Ilyenek ezt hozzáférnek, de gazdaságfejlesztés valószínűleg ezzel földi településen nagyon kevés lesz, vagy nagyon kevés lesz mondjuk hatalmas napelemparkok, vagy egyéb alternatív energiás beruházásoknak a kiaknázása, vagy fürdőkomplexumok felújítása. Tehát azért ez nagyon, nagyon kevés helyen lesz. Somogy megyében, ha jól emlékszem, akkor ez egy ilyen
első körben ilyen 45-50 milliárd forintos csomag. Az önkormányzatoknak és a társulásoknak fel kell készülni a hulladékgazdálkodási törvény változásaira is, amely gyakorlatban a többi között azt jelenti, hogy a települések közszolgáltatási kötelezettsége is hamarosan megszűnik a hulladékgazdálkodás területén. Schmidt Jenővel, a TEOSZ elnökével készült bővebb interjút ma este láthatják Aktuális című műsorunkban. Veszélyesen megdőlt fáról érkezett bejelentés kedden Balatonszabadiból. A siófoki hivatásos tűzoltók emelőkosaras járművel érkeztek a helyszínre. A fa biztonságos eltávolítását csak a fentről lefelé történő fokozatos visszavágással lehetett megoldani. A gyalogosokra és egy emlékműre is veszélyt jelentett. Negyed óra alatt ledarabolták a tűzoltók, senki sem sérült meg. Rendkívüli Viszmajor alapot hoz létre a kormány a kárt szenvedő gazdálkodók megsegítésére. Gulyás Gergely erről is beszélt a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a múlt hétvégi viharos szél komoly károkat okozott a mezőgazdaságban, elsősorban a fóliás zöldségtermesztőknél. A veszteséget az Agrárminisztérium méri fel, a kabinet pedig garanciát ad. A juttatások azoknak járnak, akiknél a kár várhatóan több mint 30%-os jövedelem csökkenést okozott. 80 év történéseit öleli fel dr. Gáspár Ferenc tavaly megjelent kötete, amely Kaposvár és Somogy megye egészségügyét dolgozza fel az 1849 és 1930 közötti időszakban. Mint a szerző a Takács Gyula könyvtárban tartott könyvbemutatóján elmondta, a 19. század közepén elmaradott kórháznak számított a kaposvári, amely a 20. század elejére viszont európai szintűvé vált. Erről is írt a legújabb kötetében. Több év kutatásait dolgozta egy könyvé dr. Gáspár Ferenc. Tavaly megjelent kötete egy válogatás, mint mesélte, korábbi és újabb tanulmányok szerepelnek benne Somogy és Kaposvár egészségügyéről. Kezdem a szabadságharc bukásától, ami a kórháznak a második indulása volt tulajdonképpen. Ugye az 1846-os indulás rögtön meg is szakadt a szabadságharc és forradalom eseményei miatt, és hát egészen Szigeti Gyula Sándor haláláig terjedő időszak, az 1935-30-ig. Mint a szerző fogalmazott, egy kutatást soha nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Mindig talál valami érdekességet, amely újabb munkára és írásra ösztönzi. Somogy egészségügyét bemutató új, immár 5. kötete, egy mozgalmas 80 évet dolgoz fel, bemutatva a kaposvári kórház történetét is. Voltak jó időszakok, meg voltak olyanok, amikor hát bizony erőteljesen elmaradott volt, még a korszínvonalának sem felelt meg, gondolok itt az 1850-es évek, 60-as évekre. Lényegében mire a korszakot lezárjuk, és a kórház fejlesztésének a hatalmasat, tehát a Szigeti Gyula halálakor bekövetkezett fejlesztését nézzük, az meg, ha azt tudom mondani, hogy nemhogy országos, európai szintű kórházzá vált. Több forrásból gyűjtötte ennek a könyvnek is a háttéranyagát, mesélte dr. Gáspár Ferenc. A kutatás alapja az még a Bodosi Mihály Kórház történeti gyűjteményemben eltöltött 6 évemnek az eredménye, tehát a Bodosi Mihály anyagára támaszkodva, illetve a kórház történeti gyűjtemény anyagára támaszkodva kutattam, de hát ez természetesen a levéltári kutatással és a sajtókutatással is kiegészül. Ebben a vonatkozásban nem csak Kaposváron, Budapesten is kellett kutatnom. A szerző az egészségügy története mellett a művészet történet híve is. Most Riprónai József első világháborús időszakát, a katonai kórházban töltött idejét kutatja. Nyugdíj. Hamarosan érkezik a 13. havi juttatás az időseknek. Önkormányzatok. Nem lesznek egyszerű helyzetben idén a települések. Egészségügy egy kötetben. 80 év történéseit öleli fel dr. Gáspár Ferenc tavaly megjelent könyve. Friss videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Holnap már több helyen felszakadozik a felhőzet, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. További szép estét kívánok, viszontlátásra!